Spanyolország nem csak a napsütésről, a melegről és a gyönyörű tengerpartokról szól. Olyan gazdag kultúrája és történelme van, hogy amikor ott jársz, szinte lehetetlen úgy befordulni egy utcasarkon, hogy ne botlanál bele valami érdekességbe. Az életvitelük pedig közel se számít megszokottnak a határaikon kívül, de van benne valami vonzó. Lehet, hogy spanyol módra kellene működni a világnak. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 érdekességet Spanyolországról. Az oviban két csoportra osztanak a gyerekek. Vagy szeretnek aludni délután, vagy nem. Ahogy telik az idő és belépünk az oktatás vagy a munkavilágába, mindenki visszasírja a kötelező alvást. Spanyolországban viszont nem kell álmodozni arról, hogy a kajakómától valóban álomba szenderüljünk. Ott mindez valóság. A siesta hagyománya régre nyúlik vissza, és főként az éghajlattal függ össze. Spanyolországban gatyarohasztó meleg van. A földeken dolgozó munkások a kora délutáni órákban kb. Mint a fatönkök dőltek ki a sorból. Így elsősorban miattuk vezették be a siestát. Ma már mindenkinek kötelezően biztosítania kell ezt a pihenőidőt, ami délután 2-től 5-ig tart. Kivételt képeznek ez alól a vendéglátóhelyek, amik 4-től 8-ig vagy akár 9-ig is zárva tartanak. Ez az egész olyan jól hangzik. Ebben a nagy világpiaci és gazdasági versenyben van egy ország, ahol mindenki szundít egyet délután. De az igazság az, hogy kezd veszélybe kerülni a siesta hagyománya. Egyrészt az előbb említett két ok miatt, másrészt egy légkondis irodában nem lehet a hőgutára hivatkozva hazamenekülni. Ahogy egyre többen dolgoznak élhető körülmények között, klímás helyiségekben, úgy szűnik meg a siestára való tényleges igény. Arról nem is beszélve, hogy a más országból érkezők sokszor tartják emiatt lustának a helyieket. Nos igen, nem kell túlmagyarázni, miért nem működik az, hogy a spanyolok a nap felénél kiszállnak a buliból, míg a világ többi részén gőzerővel megy a termelés. Mi tudja orvosolni ezt a problémát? A spanyoloknak le kell küzdeniük a kajakómát és több száz év örökségét. Azért ennyire nem egyszerű a helyzet. Szerintetek mikor fekszik lealudni egy átlag spanyol ember? Úgy hajnal 3 magasságában. Nem ilyen sokáig dolgoznak, hanem buliznak. Spanyolországban az éjszakai élet olyan, ami ennek az ember a filmekben látja. Mivel sokkal tovább van világos, mint más európai országokban, és a siesta miatt nem mosott rony mindenki a munka után, éjfélre megtelnek a települések utcai és szórakozó helyei. A spanyoloknak eszükágában sincs lemondani arról, hogy este levezetik a feszültséget, na de ez csak úgy maradhat meg, ha megmarad a siesta is. Nem csak arról van szó, hogy más európai országokhoz képest alszanak kevesebbet a spanyolok, hanem úgy általánosságban nem pihennek eleget. Az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint egy órával a kötelező alvással töltött óraszám alatt vannak. Ennek egyik oka a féktelen bulizási kedvük, a másik ok viszont az időzónákkal kapcsolatos. Spanyolország és Portugália nem épp testvériesen osztoznak az Ibériai félszigeten. A földrajzi elhelyezkedésükben Nagy-Britanniával vannak leginkább egy vonalban, így nem is olyan meglepő, hogy Portugália egy időzónában van a britekkel. Eközben Spanyolországban viszont a közép-európai időt használják. Igen, teljesen logikátlan, de nem volt ez így mindig. A II. Világháború alatt több ország váltott időzónát, többek között Spanyolország is. Vannak olyan hírek, hogy Hitler miatt tették, de ez nem egy betonbiztos elmélet. Az viszont annál inkább, hogy az időzónát váltó országok így igyekeztek kiküszöbölni az eltérésekből eredő kellemetlenségeket a csatatéren. Képzeljétek el, hogy két szövetséges megbeszél egy összehangolt támadást, majd az egyik egy órával előbb kezd neki. A spanyoloknak aztán bejött az új közös időzóna, és a háború után is megtartották. Bár így a napi minimum 7 óra szunya nem jellemzi őket. Ezt a problémát a munkaidő csökkentésével gondolják elvisíkon orvosolni, tehát mindenképpen csábító marad a spanyol élet. Spanyolország mióta az eszét tudja, olívaolajat állít elő. Már a Krisztus előtti 2. évezredben is piacvezetők voltak ebben. Régészeti adatok támasztják alá, hogy Andalúzia volt a Római Birodalom olívaolaj beszállítója. Jelenleg körülbelül 250 millió olajfárnál is több található Spanyolországban, és a világ olívaolaj mennyiségének a felét ők állítják elő. Voltak olyan idők, amikor az olívaolaj piacon a mennyiség miatt a minőség elkezdett romlani.
Olaszországból rengeteg olyan olaj került a kereskedelembe, ami nem volt tiszta olívaolaj, mert más mediterrán országok olajával keverték őket. Ez persze sehol nem volt feltüntetve a palackokon, csak a bizalmat gerjesztő Product of Italy szöveget láthatták a vásárlók. A spanyoloknak is versenyben kellett maradni, így ők a rossz minőségű, emberi fogyasztásra nem alkalmas olajat keverték a sajátjukhoz. Viszont ennek vége. Ma már a minőségi a főszerep, és mindent megtesznek azért, hogy a spanyol extra szűz olívaolaj megelőzze az olasz riválist. 1725-ben megnyitott a konyhahelyet a Casa Botín. Ha ma sétálnánk egyet Madridban, találnánk egy éttermet Sobrino de Botín névvel, ami pontosan ugyanaz az 1725-ben megnyílt étterem, csak már más név áll a cégéren. A Jean Botín és felesége által megnyitott hely kiedemelte a legrégebbi, folyamatosan üzemelő étterem címét, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Minden fogás, ami a konyháján készül, igazi költemény, de kettőt kötelező kipróbálni, ha Madridban enni akar az ember valami jót. A kocsinyilló asszádót, ami a kemencében sült kismalac, még Hemingway is megemlíti egyik regényében. Ha van hajlam bennetek egy kis éttermezésre, ez a fogás kötelező. Ha pedig bele akartok vegyülni a madridi életbe, válasszátok a lakosok kedvencét, a sopa de ao-t, ami nagyjából egy tojásos, fokhagymás húsleves. A spanyolok is kivették a részüket a történelem nagy feltalálásaiból, szóval ezekkel is szemezgessünk egy kicsit. A matek érettségi közelettével nagyon szoros barátságot lehet kötni egy számológéppel. A digitális számológépeket Leonardo Torres y Quevedo fejlesztette ki 1914-ben Blaise Pascal eredeti fogaskerekes gépét tovább gondolva. A csocsó minden generáció életében meghatározó emlék, barátságok ilyen gyorsan szerte foszlani és kialakulni talán csak a rendes focipályán tudnak. Egy Campos nevű spanyol úr 1937-ben szabadalmaztatta, amihez ihletet a kórházi lábadozása alatt kapott, miután a 36-os polgárháborúban megsérült. A kórházban levő gyerekek panaszkodtak sokat, hogy nem mehetnek ki focizni, Campos pedig megsajnálta őket, és létrejött a csocsó. A zenekedvelőinek is kedveskedtek a spanyolok. A 13. és a 18. század között fejlesztették ki a vihuelából a klasszikus hathúrú gitárt, vagy ismertebb nevén az akusztikus gitárt. Enric Bernát a gyerekeknek kedvezett, ő találta fel a nyalókát. Manuel Halón pedig a házi munkát tette kényelmesebbé a felmosóval. Mégiscsak jobb, hogy nem négy kézláb kell súrolni a padlót. Végül meg kell említeni a Peral tenger alatt járókat, amik közül a legelsőt ma a Cartagena kikötőben lehet megcsodálni. Amikor az ember Spanyolország utcáin sétálgat, lépten nyomon elmés kis frázisokba botlik, például, hogy Spanyolországban évente 1000 ember hal meg sportolás közben, a bárokat látogatók közül csupán 47-en. Te döntesz! A bároknak muszáj elmés invitáló szövegekkel csábítani az embereket, hiszen nagy a verseny. Összesen 260 ezer bár található az országban. Semmelyik másik európai ország nem rendelkezik ennyivel. Ez azt jelenti, hogy minden 175. spanyolra jut egy. Nem is lehet csodálkozni a pezsgő éjszakai életen. A gazdaság is igen erősen épít ezekre a létesítményekre, hiszen a GDP-jük 15%-át teszik ki. Ez is kétszerese az európai átlagnak. Ha egy spanyol nem találja otthon valamelyik hozzátartozóját, első útja a legközelebbi bárba vezet, hiszen szinte második otthonként funkcionálnak a helyiek számára. Don Quixote neve biztosan ismerősen cseng. Ő annak a nagyon hosszú regénynek a főhőse, amit lehet el kellett volna olvasni kötelező olvasmányként valamelyik irodalom órára. Az első modern regényként szokták apostrofálni, ami visszaidézi a lovagregények korát egy váratlan csavarral. A főhősünk, aki eredetileg Alonso Quijanaként látta meg a napvilágot, a rengeteg elolvasott lovagregény hatására úgy érzi, igazából ő is egy ilyen vándorló lovag. Don Quixote de la Mancha néven nekivág az ismeretlennek hűséges fegyverhordozója Sancho Panza kíséretében. Miguel de Cervantes műve a legtöbb nyelvre lefordított alkotás a Biblia után. Szerepel a Top 100 világirodalmi klasszikus listáján, amit a Norvég Nobel-intézet készített el 2002-ben. Szerintetek Spanyolországban melyik a legkedveltebb regény? A melyik nyelvet beszélik a legtöbben kérdésre, kapásból az angolt válaszolnánk, ami teljesen megállja a helyét. Ez a kulcs jelenleg ahhoz, hogy a világ bármely pontján jó eséllyel tudj kommunikálni másokkal.
Na de mi van, ha módosítjuk kicsit a kérdést és az anyanyelvi beszélőkre gondolunk, kizárva a második nyelvet tanulókat? Ez esetben az angol lekerül a dobogó csúcsáról, mert ott a kínai nyelv foglal helyet. Nem hiszem, hogy magyarázatra szorul, itthon se lehet úgy végig sétálni a nagyobb városok utcáin, hogy ne jöjjenek velünk szembe. Utánuk szorosan viszont a spanyol jön. 406 millió ember anyanyelve a spanyol világszerte. Hogy lehet ez? A spanyol utazók és hódítók révén számos helyre eljutott a nyelvük, elvégre a történelem egyik legnagyobb birodalma voltak. Ma is megtaláljuk az amerikai kontinens hatalmas részén, de Afrikában és Ázsiában is. Lehet érdemes fontolóra venni egy spanyol nyelvvizsgát. Itthon nem akkora divat a kihullott tejfogakat a párna alá rejteni és várni a fogtündért, de az angol száz országokban ennek nagy hagyománya van. Szerintem van a fogtündérben valami creepy, mert azok a kiesett fogak nem valami gusztusos látványok. Főleg, ha nagy küzdelem árán kerültek a párna alá. A spanyoloknál viszont még valami ennél is érdekesebb van. Spanyolországban és az amerikai kontinens spanyol nyelvű országaiban a kiesett tejfogakért egy Perez nevű egér jön el. Nem tudom, mitől ijednek meg a gyerekek jobban, ha egy egér mászik a párnájuk alá, vagy egy tündér, de a spanyol anyanyelvű gyerekek biztos nem szívbajosak. A hagyomány Madridból ered 1894-ből, és minden spanyol nyelvű országban megtalálható, csak az egér elnevezése változik. Annyira benne él a köztudatban ez a kis cincogó, hogy Venezuelában vele reklámozzák a Colgate fogkrémet. Mi lehet annál nagyobb motiváció a fogmosásra, hogy egy szűrös egér mászik az ágyadba, amikor valamelyik kiesik? Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.